Petőfi Sándor általános iskolában fogadta stábunkat Rideg István intézményvezető. A szakembert annak apropóján kerestük fel, hogy intézményvezetői megbízása augusztus 15-ével véget ér, és az iskola új vezetővel vág neki a következő tanévnek. Rideg István több cikluson keresztül vezette az intézményt. Regnálása alatt számos gyermeket és pedagógusokat segítő fejlesztés valósult meg az intézményben. A szakember szép emlékek sokaságával búcsúzik az intézménytől, ahol egészen addig segíti majd a lendő vezető munkáját, amíg az szükséges. 2008-ban érkeztem a Norvárosi Petőfi Sándoráltási, akkor még csak Petőfi Sándoráltási a Gárdonyi Gézáltáns iskolából, a Városrész másik iskolájából. Egy tanéven keresztül intézményvezető helyettes, tehát igazgató helyettes voltam. Akkor Egresi Nériszka Erzsébet nyugdíjúja ment kolléganő igazgatóasszony, aki egy évig volt megbízott igazgatója a Petőfinek. Megpályáztam és elnyertem öt évre a Petőfi igazgatói állását amit nem tudtam kitölteni, hiszen 2011-ben egy intézmény következtében sok terv közül végül is az valósult meg, hogy a Szorád Márton általános a lettünk, illetve a Gárdonyi Géza általános iskolát hozzánk kapcsolták, ezért visszavontak, visszahívtak minden iskolai igazgatót. Egy évig megbízott igazgató voltam, majd 2012-ben újra pályáztam, akkor öt évre szintén elnyertem, azt ki is töltöttem, 17, 2017-ben harmadszor pályáztam, és ez az öt év telik el most 2022. augusztus 15-ével. A rám vonatkozó örökségű nyugdíjkorhatárt már tavaly májusban elértem, kértem engedélyt a illetékesektől, hogy tovább vihessem az iskolát még egy évig, hogy az öt éves ciklust kitölthessem, erre kaptam engedélyt, ez járt le most, ennek következtében kora tavasz szóval a tél végén, februárban kiírták a pályázatot, szépen lebonyolódott, két kolléganőm pályázta meg, árva Gyöngyi elnyerte, és 2022. augusztus 16-ától ő lesz az iskola intézmény vezetője. Tényleg van mit szemezgetni, rengeteg-rengeteg dolog történt, mint ahogy ez máshogy is így van. A legnagyobb fegyver tény, hogy megmaradtunk. 2011-ben eredeti terve alapján, hogy át kellett volna költöznünk a Gárdonyi Géza iskola épületébe. Szerencsére ezt sikerült túlélnünk, és itt maradtunk, és biztos jövő állt jelenleg is azt gondolom a Petőfi iskola előtt. <kül> maradtunk természetesen állami, tankreti fenntartásúak, de hát aztán közben 15-ben a hidunkat újították, 18-ban energetikai felújítás történt az iskola épületén, például a tornaszobát alakítottunk ki, egy úgynevezett inkluzív centrumot alakítottunk ki az egykori gondoki lakásból, aztán például Megújult az előadói termünk butorzata, vagy éppen a tanulói kiskonyha butorzata játszóteret építettünk. Amire még nagyon büszkék lehetünk, az az angol nyelvtanításunk, hiszen angol nyelvtogazatos iskola lévén megyei és országos versenyeket, alapfokú nyelvvizsgákat tesznek tanítványaink. Ez az iskola egyik fő profilja. A másik pedig, hogy a több mint tíz éve sakkoktatás folyik iskolánkban, a tavalyi tanévben több mint 120 gyermek tanult sakkozni, illetve sakkozott, ahol szintén érünk el nagyon szép versenyeredményeket, diákolimpiától és egyéb versenyeken is. Tehát azt gondolom, hogy nem telt -tel hiába, és eredmény nélkül az elmúlt évtized, bő évtized, és ez így folytatódik. Rideg István kiemelte, biztosabban, hogy a feladatait átvevő árvai gyöngyi személyében megfelelő ember veszi át az intézmény irányítását miután 11 éve eh, intézményet helyettes, igazgató dolgozunk együtt, eh, ezért eh, ő már általános iskolás korában is ide járt, kedves kolléganőm nem Árvai Gyöngyi, rendkívül nagy a kötődése és a eh, lokál patriotizmus az iskola irányába. Eh, alkalmas, mindenféleképpen úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó kezekben lesz az iskola, és természetesen eh, egy kis átmenet időben még én is leszek, és a minden segítséget és minden átmenetben segíteni fogom, a, amit tényleg azt gondolom maximálisan meg fogok tudni oldani. Az intézményvezetői pozíciót tehát 2022. augusztus 16-ától Árvai Gyöngyi tölti be. A szakember imáron 30 éve dolgozik az iskolában. Elmondása szerint ezer szállal kötődik az intézményhez, és szeretne a jövőben is segíteni a petőfis diákok és szakemberek mindennapjait. Én hosszú a kötődésem a városrészhez és az iskolához is. Itt töltem fel a városrészben. Most is egy petőfis család lakik abban a lakásban, ahol én kisgyermek voltam, 1979-ben kezdtem el a Pettöfi-ben a tanulmányaimat, és az első angol tagozatos osztálynak is tagja voltam, ezért onnan indult eleve az, hogy én pedagógus leszek, angolszakos nyelvtanár lett a végzettségem, mellette tanító, közoktatás vezető és később pedagógiai értékelés tanára. Jól ismerem az iskolának minden zegét, zúgát. Az iskolapadokat, a termeket, a folyosókat, a lelkületét, a célját, a küldetését, és ebben szeretnék a továbbiakban is segíteni. Összesen 30 éve dolgozom ebben az iskolában, és 11 éve így van. Vezetőként is tevékenykedem. Leginkább a felső tagozatnak a munkáját irányítottam operatíven, és a következő év nekem a tanulásével lesz, szeretném ezt a munkát, amit eddig végeztem, az egész iskolára kiterjeszteni, a technikai dolgozók munkáját megismerni és átlátni, illetve az alsó tagozatot is támogatni. Árvai Gyöngyi kiemelte, vezetői programja mindenki számára elérhető az iskola közösségi oldalán. Számára az egyik legfontosabb célkitűzés az lesz, hogy az intézmény összes dolgozója jól érezze magát, és véleményüket, elképzeléseiket meghallgassa a vezetőség. A vezetői programomat szeretném megvalósítani, ami ugye nyilvános iskolánk honlapján is olvasható. Ö, szeretném, ha mindenki elmondhatná a szabad véleményét, szeretném meghallgatni a kollégáim tapasztalatait, céljait, ö, elképzeléseit és ez alapján szeretném meghozni a döntéseimet. A lendő intézményvezető kiemelte, a Petőfi Sándor Általános Iskola egy hosszú évekre visszanyúló hagyományokkal rendelkező oktatási intézmény. Éppen ezért szeretné megőrizni és ápolni az intézmény értékeit.